Azok az intézmények kaphatták meg ezt a címet, akik az alaptevékenységük mellett nagy hangsúlyt fektetnek a helyi közösségekre, civil szervezetekre, klubokra. Olyan programokat, kiállításokat szerveznek, amelyek minden korosztályt megszólítanak. Szikszai Zsuzsanna igazgató megosztott a stábunkkal, hogy erre a minősítésre nevezni lehetett, és egy sokrétű tesztet kitöltve kellett választ adni számos kérdésre az intézménnyel kapcsolatban. Volt olyan kérdés, amire nem nemleges választ adtunk. Én szeretem megmondani az igazságot, mert hát nem vagyunk egy tökéletes intézmény, nagyon sok olyan feladat van, amit nem tudunk elvégezni, mert hogy kevesen dolgozunk, de nagyon igyekszünk. És hát tulajdonképpen több kategóriába lehetett a múzeumokat sorolni, és hát mindenképpen elismerésben részesültünk ennek ellenére. És hát ez egy jó dolog, én azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van a válveregetésre, a megerősítésre, hogy jó úton haladunk, a szakma figyel ránk, így messziről, ugye, hát mi nagyon messze esünk azért Budapesttől. Hozzátette. Most már tudják, hogy milyen szakmai munka folyik itt a József Attila Múzeumban, kik dolgoznak az intézményben, és milyen közösségépítő és kulturális rendezvények valósulnak meg. Az igazgató örömmel beszélt még arról is, hogy számukra mit jelent mindez. Mindenképpen jót tesz ez mind az intézménynek, mind az itt dolgozó kollégáknak. Egy kicsit motivál bennünket, hogy ugyanígy végezzük tovább a feladatunkat. De hozzáteszem, ugye nem, soha nem a címért, soha nem az elismerésért. Ez a mi munkánk, erre tettük rá az életünket. A mi intézményünkben mindenki, aki itt dolgozik, az a hivatás szeretetből és a szakma szeretetéből szeretete miatt dolgozik itt, és nem munkának tekinti, hanem hivatásnak az itt létet. Megerősítést kaptak, hogy jó úton járnak, és azt a közösség és magas szakmai munkát, amit eddig végeztek, folytassák. Szikszai Zsuzsanna az erősségek mellett kitért arra is, amiben még fejlődniük kell. Ilyen például a dokumentáció és a kommunikáció, ami eddig is megvolt, de a kis létszám és az idő hiánya miatt kevesebb figyelem jutott rá. A jövőben ezeken is szeretnének változtatni.